2020. január 23-án tartotta meg első soros ülését a Monori képviselőtestület. A napirendi pontok tárgyalása előtt Balogh Gyula Munkácsi díjas festőművészre emlékeztek. Sajnos a 2019-es évünk egy szomorú eseménnyel végződött. 69 éves korában elhunyt Balogh Gyula Munkácsi díjas festőművészünk, Monorváros díszpolgára. Január 3-án volt a temetése, ugye 12 órakor, ugye itt a képviselőtestületben többen is képviselték, és a testületet is elkísérték Balogh Gyulát az utolsó útjára. Országosan elismert művész, 1950-ben született, 16 éves korától Tóth Tibor festőművésztől tanult festeni. A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Sarkantyú Simon festőművész volt a mestere, ahol 1975-től 10 évig a Pesterzsébeti Csili Művelődési Központ felnőtt rajzszakkörét vezette. Ebben az időszakban Szentendén volt a műterme. 83 és a 83-84-es, majd a 87-es és a 88-as tanévben rajzot tanított a Budapesti Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában. 1987 óta ismét Monoron élt és itt dolgozott. Alapító tagja az 1969-ben újra szerveződött Gyulai Művésztelepnek. Egy csoport tagjaként az 1970 és az 1980-as években kifejtette munkásságával, a szociografikus realizmus egyik hazai elindítója volt. Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréséért 2018-ban Munkácsi Mihály díjat vehetett át Balogh Zoltántól, az Emberi Erőforrások miniszterétől. Monorváros önkormányzata kimagasló művészi és a város hírnevét öregbítő tevékenysége elismeréseként Monor díszpolgára címet adományozott részére 2018. március 15-én. Ezúton is szeretnénk őszinte részvétünket kifejezni a családnak, és az lenne a kérésem, hogy egy Balogh Gyula emlékére egy egyperces néma felállással emlékezz. Február 14-én este 6 órakor kezdődik a Vigadóban a Duma Színház két kiválóságának estje. Kis Ádám és Hajdú Balázs estjére jegyek már kaphatók. Február 21-én pénteken szinte egész nap filmvetítéssel várják az érdeklődőket a Monori Művelődési Központba, hiszen a mozgómozi ismét városunkba érkezik. A filmkínálatban Oscar-díjas filmek közül választhatnak majd. A részletekről a Vigadó elérhetőségein keresztül tájékozódhatnak. Február 25-én 5 órakor a Vigadó dísztermében emlékeznek meg a kommunista diktatúra áldozatairól az Örök tél című film vetítésével. Monorváros önkormányzata pályázatot hirdet a Monori Kossuth Lajos óvoda vezetésére. A pályázatok benyújtásának határideje április 15-e. A részletes pályázati felhívás Monorváros honlapján érhető el. További tájékoztatást Búrján Sándor közoktatási ügyintéző nyújt a 29-es körzet 612-305-ös telefonszámon. A Monori Szivárvány óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje február 25-e. A részletes pályázati felhívás szintén Monorváros honlapján tekinthető meg. További tájékoztatást Bárné Keller Márta intézményvezető nyújt a 0620 299 35 96-os telefonszámon.
A Kövár ZRT értesíti a lakosságot, hogy január hónapban a következő időpontokban szállítja el a sárga zsákos hulladékot. Honor 1-es körzetében január 27-én, a 2-es körzetben 28-án, a 3-as körzetben 29-én, a 4-es körzetben 30-án, az 5-ös körzetben és Monori erdőn január 31-én, Péteriben és Vasadon február 7-én és 21-én lesz szállítás. A zöld zsákos hulladékok szállítása február hónapban az alábbi időpontokban történik. Monor 1-es körzetében február 3-án, a 2-es körzetben 4-én, a 3-as körzetben 5-én, a 4-esben 6-án, az 5-ös körzetben 7-én, Monori erdőn 21-én, Péteriben és Vasadon egyaránt február 20-án lesz szállítás. A Kövár ZRT parkolóőr munkatársat keres 6 vagy 8 órás munkarendben Monor város fizető parkolóinak ellenőrzésére. Fontos a pontos munkavégzés, a megbízhatóság és a magasfokú stressztűrő képesség. A betöltésre váró munkakörre a titkanság@kovarzrt.hu e-mail címen lehet jelentkezni, akár nyugdíjasoknak is. A Kövár ZRT takarítói állásba keres kollégát fizikai munkára, napi 6 órában váltakozó munkarendben, illetve határozatlan idejű alkalmazotti munkaviszonyban teljes 8 órás munkaidőbe keresnek konyhai kisegítőt. A betöltésre váró munkakörre a titkanság@kovarzrt.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A Kövár ZRT, mint a városi úszoda üzemeltetője értesíti közönségét, hogy február 1-től a képernyőn is látható díjak megfizetésével tudják igénybe venni szolgáltatásaikat. A szauna, az úszó és tanmedence használati díját mind a belépőjegy, mind a bérlet ára tartalmazza. A gyermekek, diákok, a közép- és felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló diákigazolvánnyal rendelkezők, családok egy vagy két szülővel legalább két kiskorú gyermekkel kedvezményes jegy vagy bérlet vásárlására jogosultak. Csoportos belépőjegy vásárlására is van lehetőség legalább 10 fő egyidejű belépése esetén, ahol maximum 2 fő kísérő is igénybe veheti a kedvezményt. Január 31-én pénteken 17 órától a Cséfharaszti díszterembe várják az érdeklődőket, ahol a legkülönlegesebb hangszer elnevezésű programon a legkülönlegesebb hangszer, az emberi hang kerül bemutatásra. A Cséfharaszti Könyvtár és Közösségi Ház állandó programokra is szívesen látja önöket, hiszen keddenként 10 órától indul a Baba Mama Klub. Délután 4 órától egy új kezdeményezésen vehetnek részt, mégpedig a népdalkör foglalkozásain. Csütörtökönként délután 1 órától örömtánc, 3 órától pedig kézimunkaszakkör nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A programokhoz bármikor lehet csatlakozni, mindenki szeretettel várnak. A Monor Hegyesi Lions Club imár 9. alkalommal rendezi meg a Palánk Fánkfalók találkozóját február 16-án vasárnap 13 óraig kezdettel a Monori Strázsahegyen. Ahogy az eddig is történt, a rendezvény teljes bevételét a klub jószolgálati célra fordítja. Fánk, bor, forralt bor, tea, kézműves műhely, gyerekeknek szóló farsangi jelmezverseny szerepel a délutáni kínálatban, illetve ezen a napon a Lions Békeposzter rajzpályázat eredményhirdetésére és díjkiosztásra is sor kerül.